pedig Farkas Bálint fog pontoszámítani. Sziasztok, én Farkas Bálint vagyok, a Microsoftnál dolgozom, és egy rendkívül izgalmas témáról szeretnétek beszélni, ebben a Microsoft is ezerrel kutat. Ez nem más, mint a kvantum számítógép. Arra gondoltam, hogy nem a marketing nyomával fárasztalak benneteket, hogy ez mennyire szuper lesz, és mennyire megváltja a világot, hanem arra próbáltam egy egyszerű, de egyébként korrekt példát, tehát nem egyszerűsítem, hanem valóban matematikailag helytálló példát hozni, hogy hogyan működik, hogy mi teszi lehetővé azt az óriási számítási teljesítményt, amit várunk a kvantum számítógépektől. Egyetlen egy dia az előnyeiről, ez az RSA 2048 challenge, aki ezt megoldja, az x 100.000 dollárt kap, mert faktorizálni marad meg prímet. Az a számítás, hogy hagyományos géppel, ez nagyjából egy milliárd évig tartana, megcsinálható, mert nyilván Turing teljesség a gépeink, csak nagyon sokáig tartanak. Miközben kvantum számítógéppel ezt a problémát, egy néhány kubites kvantum számítógéppel már meg lehet csinálni nagyjából 100 másodperc alatt, tehát ki tudja, hogy hány nagyságrenddel kevesebb idő alatt ez lehetséges. Ez azért van, mert egy hagyományos gép ugye egy magon egyszerre egy számítást végez. Tehát hogyha hiába van a gépedben mondjuk 16 futóprocesz, hogyha az 16 különböző magon fut, attól még egy mag egyszerre egy instrukciót hajt végre. Ugye a párhuzamosítást ki lehet növelni egy hagyományos gépben, hogyha több magot teszel vele. Ellentétben a kvantum számítógéppel, ahol a szuperpozícióval meg egyéb ilyen kvantummechanikai para jelenségekkel visszajelve, egyetlen egy magon gyakorlatilag végtelen párhuzamosítást tudsz elérni, és ezért aztán az olyan problémák, ahol párhuzamos megoldásokat kell tesztelni, azok rendkívül gyorsan megoldhatók. Ugye a prim szám faktorizálás tipikusan ilyen, hiszen ott az van, hogy ki kell próbálni rengeteg számot, hogy na vajon ez osztja-e. És hogyha végigpróbálod az összes számot 1-től 1 milliárdig egyszerre, akkor nagyon gyorsan rá fogsz jönni, hogy melyik volt az egy, amelyik tényleg osztotta. És ugye ez a prim számoknál szép, csak annyira azért nem hozza lázba az embert, viszont van egy pár olyan az emberiség egészét érintő probléma, amire már most látjuk, hogy kvantumgéppel lehetne megoldást találni, miközben hagyományosan nem igazán. Ezek mind egyébként molekuláris, illetve kémiai feladatok. Csak egyet nem akarom végigmondani az összeset, hogy ugye kezdjük ezzel. Ugye mindenki észrevette, hogy a telefonja az max. 2-3 napig bírja, hogyha új és nagyon kicsit használja. Azért, mert nagyon nehéz egy újabbat kifejleszteni, mert ez egy alapvetően molekuláris probléma, hogy olyan molekulát találja, ami adott tulajdonságokkal rendelkezik. Ha van egy olyan számítógépet, aminek be egyszer egy milliárd molekulát, és megmondja, hogy leszimulálja mindegyiket párhuzamosan, és megmondja, hogy melyik az, amelyik jól fog működni, akkor az ilyen jellegű orvosi, kémiai kutatások, azok egy délutános feladattá egyszerűsíthetőek, mondjuk egy több éves feladatból. És akkor ez aztán használható rengetegféle területen. A lézert ezt azért hoztam, mert amikor azt kitalálták, akkor nem gondoltam még a feltaláló, hogy abból egy napon majd szupermarketben vonalkod leolvasó lesz, meg Blu-ray, hanem ő kitalált egy koherens fénysugarat, aztán az ember is irányít, hogy ez mennyi mindenre használható. Na, a kvantumtól ugyanezt várjuk, csak azzal a különbség, hogy már most látjuk 8 millió felhasználási területén neki. Na, de mitől működik? Mert ez persze nagyon szép, csak lássunk kicsit mögé, ha már gondolom a többség az mérnök. Amit itt látok mögöttem, ez egy drót. Ezen a dróton bitek közlekednek, amely bitek lehetnek feketék, hogyha igazak, vagy lehetnek fehérek, hogyha hamisak. Ugye egy hagyományos gépben erre a drótra kapukat teszünk, és itt csinálunk belőle processzort. Ugye egy kapu az általában egy félvezető, ez egy mód kapu, amiből azt várjuk, hogyha belemegy egy fekete bit, akkor kijön egy fehér, és hogyha belemegy egy fehér bit, akkor kijön egy fekete. Ugye eddig ez pofon egyszerű, az összes mai számítógép ilyen kapuknak a milliárdjaiból áll. A kvantum számítógép az ott tér el, hogy úgynevezett H kapuk vannak benne, ezek a H vagyis hadamard kapuk, amik egy érdekes állatfaj. Figyeljük meg, mit csinálnak. Benne vagy egy fekete, és kijön belőle vagy egy fehér, vagy egy másik fekete. Ez, oké, hát adott kapuk. Belemegy egy fehér, megint csak kijön belőle vagy egy fekete, vagy egy fehér, vagy egy fekete. Ugye nem lehet trúváját, ilyet akárki tudni csinálni a random függő meghívásával. Na de, most jön a megint. Egymás után kijöttünk kettő hadamard kaput, és azt fogjuk megfigyelni, hogy belemegy a fekete. Ugye azt várnánk, hogy az első kapu kiből fed magából egy fehéret vagy egy feketét, ami belemegy a másodikba, az megint kidob magából valami random cuccot. Tehát a másodiknak a végén ugyanaz, tehát a másodiknak a végén egy random szín fog kijönni. Ugye ezt várnánk, hogyha ezek random kapuk lenne. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a másik kapunak a végén mindig ugyanaz a szín jön ki, mint ami az elsőbe belement.
bemegy a fehér, ugye valami randomság történik, és mintha a második kapu azt tudná, hogy neki mit kell kiadni. Micsoda? Tehát ez mégsem lehet teljesen random. Ez még most nem lehet megérteni, hogy ez miért van itt, de még mindjárt elmagyarázom, ez csak készültek el. Ugye, jön akkor a naiv fizikus, azt mondja, hogy én meg akarom érteni, hogy ez a hadonat akkor mit csinál, ezért aztán ketté választom őket, és berakok közéjük egy fényt, vagyis egy megfigyelést, megnézem, hogy az első kapu mit csinál. Azt fogom észrevenni, hogy az ugye első kapu, amikor megfigyelem, akkor úgy működik, ahogy várnám, tehát random eredmény dob ki magából. Tehát ezek a kapuk olyan fura állatfajok, hogy máshogy viselkednek, hogyha látom, hogy mit csinálnak, meg hogyha nem látom, hogy mit csinálnak. És most fogom föllebbenteni a fátlat a rejtélyről. Amivel itt találkozunk, az egy olyan fizikai jelenség, amit eddig nem használunk a számítógépeinkben. Ezt a jelenséget, amivel most találkozunk, azt úgy hívják, hogy szuperpozíció. Ez azt jelenti, hogy a kvantumvilágban az anyag az egyszerre lehet több állapotban. Hogy ez pontosan mit jelent, azt nem, hogy én nem tudom, de nálam sokkal okosabb fizikusok sem tudják. Erre különféle értelmezések vannak, hogy ezt hogyan kell értelmezni. Maradjunk a rögös megfigyelhető tényeknek. Ez a szuperpozíció következőt jelenti. Ez egy újfajta állapot az anyagnak, ami csak a mikrovilágban, csak a kvantum nagyon kis pici egyedi részecskék szintjén létezik. Azért, mert az a tulajdonsága ennek a szuperpozíciónak, hogyha ránézel, ha megfigyeled bármilyen módon, akkor összeomlik és elmúlik. Ezért mostantól ne is hívjuk szuperpozíciónak, nevezzük inkább ködnek, mert az jobban ki fogja fejezni, hogy micsoda. A Hadamard kapu nem egy random kapu, hanem azt csinálja, hogyha belemegy egy részecske, akkor kibőfent magából egy ködöt, amiben a részecske több állapotban van benne. Ha belemegy egy fehér bit, akkor kijön a Hadamard kapuból egy olyan köd, amiben egyszerre van jelen a részecske fehér és fekete állapotban. Ha ránézünk, akkor a köd eloszlik, és valamelyiket random fölveszi a kettőt. De amíg nem nézünk rá, addig a részecske mind a két állapotban van egyszerre, és csak akkor veszi föl valamelyiket, ha megfigyel. Hogyha a kapuba belemegy egy fekete bit, akkor is egy köd fog kijönni, viszont akkor ugye eltérés van, van egy fehér és egy mínusz fekete. Ezt a mínusz feketét úgy értelmezzétek, mint hogy a Balatonon a hullámokat. Ugye egy hullámnak van egy adott magassága, de a hullám az lehet ebben a fázisában, meg lehet ebben a fázisában. Ugye lehet pozitív, meg lehet negatív. Ezt ugyanígy kell értelmezni. A mínusz fekete az annyit tesz, hogy ugyanolyan, mint egy fekete, de hogyha a kettő találkozik, akkor kioltják egymást és nem marad semmi. Tehát a Hadamard kapu, ami az egésznek az alapja, és ez a lényege az egész előadásomnak, azt csinálja, hogy a bemenő bitet egy szuperpozícióba helyezi, és két állapotban is benne lesz az adott bit, feketében és fehérben is, és amíg meg nem nézzük, addig ezt a szuperpozícionált állapotát megtartja. Na most, hogy magyarázza meg azokat a jelenségeket, amit az előbb láttunk? A Hadamard kapunak megvan az a tulajdonsága, hogy ez egy logikai kapu, tehát hogyha belemegy valami, akkor azon műveleteket végez. Ugye emlékezzünk vissza, hogy az előbb onnan indultunk, hogy bedobtunk egy részecskét egy kapuba, és aztán az alapállapotban ránéztünk, hogy mi jött ki belőle. Alapállapotban, amikor csak egy kapunk volt, akkor azt tapasztaltuk, hogy bement egy fehér, ránéztünk, és random látunk egy feketét vagy egy fehéret. Ennek az a magyarázata, hogy az első kapuból kijött egy köd, de mi rögtön ránéztünk, ezért aztán a ködöt rögtön meg is figyeltük, tehát azt tapasztaltuk, hogy vagy egy fehér, vagy egy fekete jött ki. Ugye ez a naív esetnek a magyarázata. A komplex esetnek, amikor pedig kettő kapuban egymás után sorba kötve, az a magyarázata, hogy bemegy az első kapuba a fehér. Kijön az első kapuból egy köd, benne van egy fekete és egy fehér ugye ködben, szuperponálva. És a második kapuba belemegy ez a köd, és akkor az lesz, hogy a Hadamard kapu a műveletét elvégzi mind a kettő részecskére. Vagyis benne belemegy a fehér-fekete szuperpozíció, és lesz belőle, ugye ebből a fehérből, aki itt van, lesz egy ilyen szuperpozíció, ebből a feketéből, meg egy ilyen szuperpozíció, mert minden kettő részecskére külön-külön elvégezte a műveletét. Ugye? És utána ezt már egyszerű matematikai szabályok szerint tudjuk egyszerűsíteni. Ez a kvantumvilág ezért pofon egyszerű, ugyanis ha zárójeleket látunk, azokat el lehet dobni. Kész. Nem kell szorozgatni semmi, mert mintha ott sem lennének. Tehát ez ugyanaz, mint ez. És ezt még az előbb beszéltük, hogy ugye a fekete, meg a mínusz fekete, hogyha találkoznak, akkor interferálnak és kioltják egymást, és nem marad belőle semmi. Tehát az egészből lesz egy olyan köd, amiben kettő fehér van, amit ha megfigyelünk, akkor nyilván mindenképpen fehéret fogunk látni.
Tehát a kettő hadamart kapu, amikor sorba volt kötve egymás után, anélkül, hogy belenéztünk volna a közepén, az azért tudta megcsinálni azt a mágiát, hogy, hogy az első kapuba bement valami, abból randomnak kellett volna kijönnie, és ez a random bement a másodikba, és onnan még mindig is ugyanaz a szín jött ki, mint az elején, mert valójában nem egy részeske jött ki az első kapuból, hanem egy szuperpozíció, és ez magyarázza ezt a bizarr tulajdonságot, hogy visszakapjuk ugyanazt a labdacsot, mint az elején belement. Tehát ez a szuperpozíció, ez a köd a lényege. Na, ez király, de ezt ugye lehet használni. Ugye, hogy lesz ebből nekünk olyan napsink, ami nem egy napig tart, nem egy évig. És úgy az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy ezeken a ködökön nem csak a hadamar kapu képes a műveleteket végezni, hanem minden más kapu is. Tehát, hogyha fogtunk egy pár ilyen hadamart kaput és csináltunk ilyen ködöket, ilyen szuperpozíciókat, amiben sok állapot van egyszerre benne, és utána ezeket beengedjük hagyományos kapukba, akkor ugye bemegy egy ilyen köd a nód kapuba, bemegy egy fehér-fekete, és kijön belőle egy fekete-fehér. De hogyha nem egy nód kapuba tesszük bele, hanem végigverjük egy teljes processzoron, akkor is az fog történni, hogy a ködben, ami állapotok benne vannak, mindegyik állapoton egyszerre, egyetlen időpillanatban ugyanaz a számítás meg fog történni. Tehát ha generálunk egy olyan ködöt, amiben benne van 1 milliárd állapot szuperponálva, és aztán átengedjük egy számításon, akkor mind az összes állapoton az a számítás, amit elvégeztünk, meg fog történni egyszerre, egy processzoron. És ez adja ezt az elképesztő párhuzamosítási képességét a kvantum számítógépnek, ezért lesz az lehetséges, hogy olyan dolgokat szimulál le, amik hagyományos időben évmilliárdokig tartanának. Na miért állok én itt Microsoftos színekben és dumálok erről? Azért, mert több cég is fejleszt ilyen gépet, akiről nyilvánosan lehet tudni, az a Google meg a Microsoft, és kicsit eltérő filozófiát vall a két cég. A Microsoft, tehát hogy van egy olyan probléma ezekkel a kvantumokkal, hogy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny. Ugye a hőről tudjuk, hogy a hő az nem más, mint rezgés, ugye a rezgésnek a részecskék. De azt is tudjuk, hogy ezért aztán van egy abszolút nulla, mert ugye ha egyetlen rezeg egy részecske, annál kevésbé már nem tud rezegni. Tehát az abszolút nulla az a hőfok, ahol egyetlen nincsen semmilyen rezgés. Ez az abszolút nulla, ez mínusz 273,15 fokon van. A kvantum számítógép az e fölött 1 század Celsius fokkal tud csak működni. Tehát a mélyűr, ami fönt van a Föld fölött 1000 km-rel, az nem elég hideg ahhoz, hogy a kvantum számítógépet tudtasson fűtés nélkül. Annyira érzékeny a hőre. És ezért aztán az ismert univerzum egyik leghidegebb pontja az egy a Redmond van valami bunkerben, ahol az MS a kvantumgépeket teszteli, mert ugye olyan hűtés kell neki. És mivel ezek ilyen kis érzékenyek, ezért aztán nagyon könnyen ez a köd, amit mondtam, ez nagyon könnyen elszáll. Tehát, hogy betesszük egy kijön a kapuból ez a köd, és akármilyen pici rázkódás éri, puff, elromlik a számítás. Olyan, mintha a gépünk elveszette volna az állapotát. És nekünk van egy nagyon bonyolult elméletünk, amit én sem értek közelről sem, de el tudom mondani, hogy Major Anna Fermionnak hívják. Ami elvileg ezt a problémát képes orvosolni. Tehát gyártunk egy gépet, ami nyilván irtozatosan drága lesz, amikor elkészül, ezért aztán az MS-nek az a terve, hogy ezt nem megtartjuk magunknak, és aztán büszkekedünk, hogy van kvantum számítógépünk, hanem ezt egy Azure szolgáltatásként tesszük majd a nagy közönség számára is hozzáférhetővé. És emellett pedig produkáltunk egy Q-Sharp nevű programozási nyelvet, hiszen ugye, ahogy láthattátok ezeket, hogy hadamart kapu meg párhuzamosítás, meg ilyesmit, hogy a hagyományos nyelvek nem alkalmasak, hogy ezeket kezeljük, ezért produkáltunk egy új nyelvet, amihez persze emulátorok is vannak, amit már lehet tesztelgetni az, aki szeretné az agyát kifacsarnak érezni. Úgyhogy, nem mondunk semmit arról, hogy ez mikor lesz kész, arról sem mondunk semmit, hogy ez hogy áll. Ugye fényképet már van egy prototípusról. Én csak értenek mondani, és szigorúan saját, mint Farkas Bánik is nem mint egy Microsoft alkalmazott, hogy elég régóta dolgozom már multinál ahhoz, hogy tudjam, hogy nem kezdünk el beszélni valamiről, hogyha tudjuk, hogy ez még csak 20 év múlva lesz termék, mert miért hazavolnánk rá magunkat. Just saying. És azt kell figyelni egy hírekben, hogy a kvantum számítógép jóságának a mértékegysége az, hogy hány kubitet tartalmaz. Ugye mondtam ezt a ködöt, az előbb a ködben egy részecske volt, csak két állapotban. Annyi darab részecskét tudsz egymás mellé zsúfolni, ahány kubitet van. Ugye nem annyi darab állapotot, hanem egy állapoton belül annyi darab bit lehet. Azért fontos a kubitek száma, mert teszem azt, hogy molekulát akarsz modellezni, amely a molekulának a leírásához kell 100 bit, az azt jelenti, hogy 100 kubites számítógép kell, hogy az állapotaidban 100 bites izék lehessenek egymás mellett. És az a mondás, hogy a kvantum felsőbbrendűség, ezt tényleg így mondják, nem én találom ki,
határa az az 50-60 kubit, tehát ha valaki épít egy 50-60 kubitnál nagyobb képességű gépet, akkor ez egy olyan gépet csinál, ami már gyorsabb, mint a valaha létező, valaha volt legszuper-szuper számítógép hagyományosban. Fontos disclaimer, hogy a Deep, nem DeepMind, hanem mindegy, van egy cég, aki azt lehet, hogy csinált egy 2000 kubites gépet, na, az nem az a kubit. Tehát az egy másik fajta kubit, ami lényegesen kisebb teljesítményű, akkor még abban sem biztos, hogy a kutatók, hogy ez tényleg kvantum jelenségeket használ le, vagy csak egy hagyományos számítógép. A Google az nemrégében rukkolt ki egy 72 kubites prototípussal, csak nem tudják, hogy működik-e. Ha működik, akkor megvan váltva kb. A világ, de ha nem működik, akkor ott vagyunk, a part szakad. Mi nem mondunk semmit, de ezt nézzük a hírekben, hogyha valaki kijön egy 60 kubitnál nagyobb géppel, akkor nagyon nagy állatság van, de tényleg. És erre úgy tudtok készülni, hogy van ez a Microsoft.com per Quantum. Azt nézzétek meg, ott van az emulátor, meg Q-set, meg egyébek. Érdemes elkezdeni fölkészülni, mert annyira kontraintuitív, tehát hogy mire ezt megértettem alapszintén, az nagyjából egy 50 órás felkészülés volt. Ajánlom ezt a könyvet, ez a Q is for Quantum, ezt a példát, amit hoztam, ezt onnan loptam, ezt nem én találtam ki. És végül, hogyha valaki szeretné az agyát ráállítani ezekkel a kvantum őrületekre, mint szuperpozíció, meg entanglement, meg ilyenek, akkor ugye a Minecraft, valószínűleg a nevét ismeri mindenki, és csináltak hozzá kóderek, egy Q-Craft nevű kiegészítőt, ami becsempészi a Minecraftnak ebben a kis blokkvilágában ezeket a jelenségeket, direkt azért, ha játszol vele, akkor az agyad ráálljon, hogy ez így működik, és ne legyen furcsa, hogy hát persze nyilvánvalóan vannak ilyen ködök, amiben egyszerre több állapot van, ez természetes, minden a kezdtárt a Minecraftban. Na, úgyhogy ezeket javaslom, és hát nagyon szurkoljunk, igazából nekem mindegy, hogy ki hozza ki, csak valaki hozza ki, mert amilyen problémákat ezzel meg lehet oldani, az tényleg meg fogja változtatni a világot, hogyha valakinek sikerül. Köszönöm a figyelmet! Nekem van négy vagyok kérdésem, de akkor azt majd egy sör mellett jó, mert úgy érvem, hogy elhasználni van az időzet. Egy-két kérdés azért nem. Szerintem egy-két kérdés itt nem fog segíteni. Tegyek fel, hogy önnek lenne kérdés. Na, legalább néhányat engedjünk meg. Jó. Akkor én kezdem. Oké. Én azt kérdezem, hogy a mesterséges intelligenciában volt ez a tél, ez az MITL. Okay. Amikor azt mondták, hogy majd most már mindjárt itt van, akkor utána lett egy 40 éves szünet, hogy itt ez miért nem lesz? Szóval nem mondtam, hogy nem lesz. Nézd, az biztos, hogy ebbe irtozatos pénzeket ölnek, mert akinek először lesz működő kvantum számítógépbe, az ilyen unlimited mennyiségű pénzt tud elkérni. Én ezt egyébként magam életében arra gondoltam, hogy ha ez ki fog jönni, akkor az lesz az a pillanat, amikor fölmondok a Microsoftba és alapítok egy kvantum konzultációs társaságot. Gondoltok bele, hogy mondjuk ilyen géppel meg lehet oldani egy MP3-es problémát exaktul. Tudom, és mondjuk a Waberhez is azt mondod nekik, hogy figyeljetek, ti ugye üzemeltek 1000 kamionnal, utazói nők problémát meg kell oldani, az, hogy optimálisan tudjátok ezeket schedule-olni. Én adom nekem 100 millió forintot, és én megoldom nektek ezt optimálisan, és talán így fogják aláírni a csekköt. Tehát ebben olyan pénz van, hogy észre nem lehet fölérni. Senki nem tudja, hogy ezt meg lehet-e csinálni, amíg meg nem csinálták, de az biztos, hogy nagyon látszik az a motiváció, amiért ezen a legjobb szakemberek dolgoznak. Ugye a matematikában nincsen Nobel-díj, helyette van Field-díj, és a Field-díjas matematikus, aki erre egy emberi dolgozott, az nálunk dolgozik. És nyilván a Google is a lehető legjobb szürke állományt vette erre a célra föl. Úgyhogy nem tudom ígérni, hogy nem lesz. Reméljük, hogy nem lesz. Garanciák nincsenek, meglátjuk. Még egy. Bocsánat, te jelentkeztél legelőször. Ez a Microsoft-os megoldás, miben már tudom, hogy az IBM? Az IBM-nek közé tette és tudott programozni utálon keresztül. És te tudja, hány kubites. Tudod szimulálni is, és valódi kampus számokat meg tudod mutatni. Ötlen, hogy miben más ez? Hát az IBM-es ezt nem ismerem. Van egy ilyen, nem DeepMind, hanem... D-Wave-re gondolok. Az van az IBM-nek? Az a Google-nek van. Igen, akkor jól emlékeztem. Az IBM-eset ezt nem ismerem. Azért gondolom, hogy ez még nem lehet az igazi megváltás, mert ha az lenne, akkor az folyna a csapokba is. Valószínűleg az van, hogy van egy működő kvantum számítógépet, csak nem érte el a kvantum supremacy-t, mert egy 30 kubites gépet azt még egy laptopon is tud szimulálni, egy 40 kubiteset azt az Azure-ban, igazából csak a RAM kérdése. Az, hogy 30 kubites szimulálni kell 16 GB RAM, 40 kubithez kell 16 TB RAM, ugye exponenciálisan növekszik. Valószínűleg ott az lehet a titok, hogy a kicsi még a gépüknek a teljesítménye az, hogy igazi átütő ereje legyen. Még van, még egy kérdés, aztán tényleg leteszem már. Ha nem volt szimmetrikus a fehér meg a fekete
részecske, amikor bemegy, és ugye azt nem láttuk, hogy amikor fekete megy be, akkor abból hogy jön ki fekete a másik. Igen, nagyon egyszerű. Ugye ez a szabály. Bemegy egy fehér, kijön egy fehér fekete, bemegy egy fekete, akkor bejön egy fehér, mínusz fekete. És mindössze annyiban fog eltérni két eset, hogy ugye, hogyha bedobod ezt a fehér-fekete ködöt, akkor ugye ez lesz belőlem, és én szerintem ügyesen töröltem azt a diát, ami alternatívát mutattam. De ugye akkor azt fog, szimulálják a fejben, azt fog történni, hogy bemegy egy fehér mínusz fekete, ugye a fehérből ugyanez lesz, tehát lesz belőle egy fehér-fekete továbbra is, viszont a mínusz feketéből az lesz, hogy abból meg lesz egy mínusz fehér-fekete. Tehát, és akkor a két fehér fog kiesni. Tehát akkor is meg fogja állni a helyét. Az előjegyre az az egyszerű szorzás vonatkozik, hogy mínusz, a mínusz az plusz. Lehet? Igen. Én nem. Nem, akkor lehetnénk? Oké, mondjuk. Annyi, hogy ugye már a kriptográfia egy jó része jelentősen épít a faktorizációra, a számok faktorizálására, és Microsoftnál vagy bárhol folyik egy kutatás? Nálunk folyik. Én nem célunk, hogy a globális gazdaságot belöntsük egy jól nézett mozdulattal. Ugye, mert hogyha tudsz faktorizálni, akkor az RSA-t ezt meg tud törni. De erre két mondás, egyrészt mindenki nagyon gyorsan álljon át elliptikus görbe alapú kriptográfiára, ami talán kicsit rezisztensebb. Másrészt meg nyilvánvalóan dolgozik az MS ilyen kvantum rezisztens algoritmusokat. Egyébként erre mondják, hogyha valakinek lesz működő nagy kubitű, azt onnan lehet észrevenni, az övé az összes bitcoin hirtelen. Na jó, ezzel az árszakban most átadom a szót.